Visszakapta a város azt az 500 millió forintot, amit a sportcsarnok felújításának halasztása miatt kellett fizetni. Ez is téma volt a képviselők mai ülésén. Hamarosan jön mindez részletesebben. Előtte azonban mutatjuk, mi minden lesz még a mai híradóban. Elismerés. Idén Csurgai Ferenc szobrászművész kapta a Gubodi díjat. Búcsú. Utolsó útjára kísérték Fenyődi Miklós testnevelő tanárt. És átadták. Kibővült és megszépült a piactér újszilváson. Ma délután volt az avató ünnepség. Híradó csütörtökön itt a Városi Televízióban. Köszöntöm Önöket! Visszakapta a város azt az 500 millió forintot, amit a sportcsarnok bontásának, felújításának halasztása miatt vissza kellett fizetni. Erről is szó volt a testület mai ülésén. Kísérleti jelleggel sebességcsökkentő küszöböket helyeznek ki a Puskaporos utcán és a Szolnoki úton. Erről is döntött ma a testület. Pályázatot nyújt be a város az illegális hulladéklerakók felszámolására. A belügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé az önkormányzatok számára, környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelt fontos illegális hulladéklerakók okozta talaj, víz és levegő terhelés megszüntetése, csökkentése érdekében. A város illegális hulladéklerakók felszámolása Cegléden című megnevezéssel pályázott 12 millió forintra. Elfogadták a képviselők Cegléd-város középtávú sportfejlesztési koncepcióját. A sportkoncepció feladata, hogy célokat fogalmazzon meg, amiknek köszönhetően a sport támogatására fordított anyagi források hatékony felhasználása mérhetővé válik. Ezért Cegléd-város önkormányzata a sportkoncepcióval szabályozza az elkövetkezendő 5 év legfontosabb tennivalóit, amelyeket anyagi lehetőségeinek függvényében maximális mértékben igyekszik véghez vinni. A sportkoncepció célokat fogalmaz meg, és javaslatokat tesz az egyes feladatok még jobb ellátása, illetve az új ötletek megvalósíthatósága érdekében, valamint meghatározza a versenysport támogatási mértékét. A napirendi pontnál döntöttek arról is, hogy az átfogó anyag előzetes változatát véleménykérés szándékával megküldik a ceglédi sportszervezetek részére is. Elfogadták a képviselők a Városi Könyvtár és a Kossuth Múzeum szervezeti és működési szabályának módosítását. Hatályon kívül helyezték az önkormányzat avaris kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendeletét. Az intézkedést azt tette indokolta, hogy időközben erre született egy törvényi szabályozás, ami miatt a helyi rendelet okafogyottá vált. Kísérleti jelleggel sebességcsökkentő küszöböket helyeznek ki a Puskaporos utcán és a Szolnoki úton. Közel 1,9 milliárd forint adóbevétele keletkezett a városnak szeptember végéig a 2019-es évhez képest. Az ülésen elhangzott, a pénzügyi helyzet rendben van, a kifizetések folyamatosak. Dr. Csáki András polgármester elmondta, ezen forrásoknak márciusig a következő adófeltöltési határidőig kell, hogy kitartsanak. Az idei rendhagyó év miatt a mai testületi ülés előtt adták át a Gubodi díjat Csurgai Ferenc szobrászművésznek. Ugyancsak az ülésen köszönték meg az önkormányzat nevében dr. Füle Lórántnak az egészségügyi alapellátásban végzett munkáját. Brunswick Teréz díjához gratuláltak Rimóci Sándornénak és a miniszteri elismerésért Terén Gizella Gyöngyi óvodapedagógusnak. Gubodi Ferenc díjat vehetett át a mai testületi ülésen Csurgai Ferenc szobrászművész. Csurgai Ferenc az eltelt évtizedekben több művészeti ösztöndíjat kapott, mesterkurzusokat vezetett, 18 önálló kiállítása nyílt, és szinte megszámlálhatatlan csoportos tárlaton mutatta meg egyedi munkáit, melyek közül számos mű nem csak Cegléden, hanem Tókióban, valamint magán- és közgyűjteményekben is láthatók. Majd az ülés elején gratuláltak Rimóci Sándorné óvodapedagógusnak Brunswick Teréz díjához. Téren Gizella Gyöngyi óvodapedagógus pedig az Emberi Erőforrások minisztere elismerő oklevelét vehette át. A díjazott óvodapedagógus életfeladatként jelenik meg választott hivatása az óvodás korosztállyal való foglalkozás, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal való törődés.
az önképzést, és mások szakmai segítségét mindig szívügyének tartotta, nagy hangsúlyt fektetett szakmai ismereteinek bővítésére. A pedagógus életpálya modell bevezetésével az első között volt, aki megszerezte a mesterpedagógus minősítést. Ugyancsak itt köszönték meg az önkormányzat nevében dr. Füle Lórend csecsemő és gyermekgyógyász címzetes főorvosnak az egészségügyi alapellátásban végzett közel 5 évtizedes munkáját. Mindig türelemmel közelített kis betegei felé, alázattal állt gyermekorvosi hivatásához. Betegei tisztelik elkötelezett munkájáért, kollégái számíthatnak segítségére. Szakmai felkészültsége naprakész, precizitása, empátiás készsége példaértékű. Generációkat gyógyított közel 5 évtized alatt. Néhány napja töltötte be 78. életévét, és 2020. november 1-jével gyakorló nyugdíjas lesz. A kitüntetésekről, elismerésekről bővebben is hallhatnak mai Háttérmagazinunkban. Koszorúzásokkal kezdődtek az október 23-ai megemlékezések. A Városi Televízió holnap élőben közvetíti az interneten a városi rendezvényt, és az ünnepnapon nem kell fizetni a parkolásért. Rövid híreink következnek. Az 56-osokra emlékezve több mint 10 sírra helyeztek koszorút és virágot. A megemlékezők azok előtt tisztelegnek, akik a forradalmi eseményekben vettek részt, felvonulást kezdeményeztek, vagy a város vezetését vették át, az ellátást szervezték meg, illetve a nemzetőrségben vállaltak feladatot. Az elhunytak egy része a szabadságharc során sebesült meg, érte lövés vagy gránát szilánk. Többen azonban túlélték a forradalmat, de később is el kellett szenvedniük a megtorlást, a mellőzést. Asztalos István, Csékis Albert, Csendes István, Jákó János, Írházi Sándor, Veres László, Boldizsár János, Lőrinc Lúca, Mészáros István, ifjabb Varga Sándor, dr. Jójárt József, Kurdics József nyughelyéhez, illetve emléktábláihoz látogattak el, de koszorút helyeztek el a Városháza főbejáratánál is, az 56-os emléktáblánál. Továbbá Kossuth Lajos gimnázium előtti 56-os ifjúsági emlékpadnál és a Török János református mezőgazdasági és egészségügyi iskola kertjében álló 56-os emlékhelynél is elhelyezték a megemlékezés virágait. Holnap délelőtt 10 órától élőben közvetítjük a Cegrédi Városi Televízió internetes felületén, vagyis YouTube csatornánkon, illetve Cegréd Város honlapján az 56-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tartott városi megemlékezést. Elsőként dr. Csáki András polgármester köszöntőjét hallhatják majd történelmi visszaemlékezést tart dr. Rácz János történész. Utána pedig a szabadságfája emlékoszlopnál koszorúznak. A megemlékezésen közreműködnek a Patkos Irma Művészeti Iskola diákjai. Október 23-án pénteken nem kell fizetni a parkolásért Cegléden, írt a közleményében a Várva Kft. A cég felhívja a figyelmet arra is, hogy az ünnepnapon szünetel az ügyfélfogadásuk. Legközelebb 26-án hétfőn fogadnak ügyfeleket, 13 és 15 óra között. Magyarország 1956-ban bebizonyította, hogy képes hosszú távú változásokat elérni, és kivívni, majd megőrizni szabadságát és biztonságát, fogalmazott Földi László Újszilváson a település október 23-ai megemlékezésén. Az országgyűlési képviselő beszédében azt mondta, 64 évvel ezelőtt elegük lett az embereknek, és mindenki egyet akart, szabadon élni. A járvány miatt picit más az idei október 23-a, de így is közösen ünnepelnek az újszilvásiak. A faluházban az országgyűlési képviselő Földi László mondott köszöntőt. Október 23-a igenis ünnep, a magyar szabadságharc hosszú távú hatásait és eredményeit nézve, mondta a képviselő. Földi László felidézte, mi vezetett az 56-os forradalom kirobbanásáig, beleértve a kommunista diktatúra rombolását, a képmutatást, a magántulajdon elvételét, a szabadság teljes sárbatiprását. De 64 évvel ezelőtt az emberek azt mondták, elég volt, fogalmazott Földi László. 56-ban ez az ország a legjobb arcát mutatta magának és a világnak is. Összefogott öreg és fiatal, városi és falusi, értelmiségi és paraszt, férfi és nő. Mind egyet akartak, szabadon élni.
Földi László beszélt a Kádár korszakról is. Mint mondta, a megalkuvás évtizedei voltak ezek, de nem volt értelmes ember, aki ne érezte volna, hogy a rendszer fenntarthatatlan. A képviselő szólt 1956 üzenetéről, arról ma sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kikkel éljünk saját országunkban, mit gondoljunk hitről és családról. Ma, 2020-ban mi döntünk a sorsunkról? A gazdaság még a járvány ellenére is erős, a munkahelyek és a beruházások nem álltak le, a kettős mércét és a tiszteletlenséget minden fórumon kikérjük magunknak, és minden magyar állampolgár részt vehet a független, szabad, demokratikus jogállam döntéshozatalaiban. Magyarország sorsát nem pártközpontokban írják, hanem Cegléden, Nagykörösön, Abonyban vagy éppen itt Újszilváson. A megemlékezésen a tápiószőlős Újszilvás református általános iskolások mutatták be műsorukat. Az ország romokban hevert. Apáink és anyáink óriási erőben láttak neki az újjáépítésnek. Családja, barátai, ismerősei, sporttársai, tanítványai kísérték utolsó útjára ma Fenyődi Miklós nyugdíjas testnevelő tanárt az újvárosi köztemetőben. Fenyődi Miklós munkásságát tanítványainak sikerei igazolják. Többen ifjúsági válogatott sportolók lettek, sőt, olimpiai kerettag is került ki kezei közül. Fenyődi Miklós kertész üzemmérnökként szerzett diplomát, de emellett elvégezte a tanárképző iskolát, valamint a testnevelési egyetem kosárlabda edzői és atlétika szakedzői szakát. Fiatal korában aktív atléta volt, többször nyert országos bajnoki címet, és tagja volt az utánpótlás válogatott keretnek. A későbbiek során szenior atlétikai korosztályban országos és nemzetközi sikereket ért el. Emlékezni jöttünk ma Fenyődi Miklósra. Nem csupán búcsúzni, hiszen bár messzire távozott, ahogyan Kassák Lajos sorai is mondják, akik elhagynak bennünket, sohasem mennek el egészen. Valamit mindig itt hagynak magukból, ami bennünk él tovább. Mindannyiunk karján ott az a láthatatlan kosár, amiben elraktározzuk és mindig magunkkal hordjuk a szeretteink emlékét. Ezekben a percekben a szomorúság szorítja össze a szívünket, és mindannyian megpróbálunk kapaszkodókat keresni, melyekkel talán lehet enyhíteni egy kicsit ezt a fájdalmat. Fenyődi Miklós Cegléden 1981-1995 között a CVSE atlétika szakosztályának vezető edzője, a Megyei Atlétikai Szövetség tagja és a Pest megyei atlétikai válogatott vezetője volt. Munkásságát tanítványainak sikerei igazolják, többen ifjúsági válogatott sportolók lettek, sőt olimpiai kerettag is került ki kezei közül Varga Attila személyében. Tevékenységét nem lehet elégszer megköszönni, hiszen életét a sportnak, a tanítványoknak szentelte. Élete során számos női és férfi kosárlabda csapatot is szervezett és edzett. Velük kiváló eredményeket ért el. Nem csupán oktatta a sportot, hanem maga is kiváló sportoló volt, főleg atlétikában jeleskedett. Például szenior kategóriában, 400 méteres síkfutásban többszörös magyar bajnok, valamint csúcstartó volt. 1995-ben Cegléd Bercelen vállalt tanári munkát, innen vonult nyugdíjba 2006-ban. Nevéhez fűződik az első magyarországi kosárlabda zsonglőr bajnokság megszervezése licenszének tulajdonosa. A különleges esemény bekerült az első 100 évünk kosárlabdázás történetét feldolgozó kézikönyvbe is, ezzel is öregbítve Cegléd-város hírnevét. Fenyődi Miklós 76 évesen tüdőemboliában hunyt el. A CVSE atlétika szakosztálya Fenyődi Miklóst saját halottjaként kísérte utolsó útjára a családja, barátai, ismerősei, sporttársai, tanítványai mellett az újvárosi köztemetőben. Leaszfaltozták a Kossuth-Ferenc utca, Széchenyi út és Gimnázium utca közötti szakaszát. A munkák végeztével a tervek szerint péntektől átadják a forgalomnak ezt a szakaszt, és hamarosan elkezdődik a Kossuth-Ferenc utca következő részének felújítása.
Ma megkapta a két réteg aszfaltot a Kossuth-Ferenc utca, Széchenyi út és Gimnázium utca közötti szakasza, vagyis végeztek a felújítás első ütemével. A kivitelező ígérete szerint 23-ától, azaz holnaptól már újra járható lesz a most már teljesen új burkolattal rendelkező szakasz. Az önkormányzat még tavaly nyert pénzt a belügyminisztérium pályázatán a Kossuth-Ferenc utca autóbuszállomás és Széchenyi út közötti szakaszának felújítására. A kivitelezést több ütemben végzik, hamarosan kezdődnek az újabb munkálatok. A felújítás idejére a Gimnázium utcai buszmegállók átkerültek a Rákóczi útra. Az egyik ideiglenes megállóhely a Városi Sportuszoda Rákóczi úti részén van, a másik pedig a Várkonyi iskola előtt. Bővítették és akadálymentesítették az újszilvási piac teret, és utakat, járdákat, parkolókat is kialakítottak a környezetében. A település a kormány vidékfejlesztési programján nyert pénzt a fejlesztésre. Az 54 milliós értékű beruházással helyi termelőknek lesz lehetősége kulturált körülmények között árulni. Régi vágya volt az újszilvásiaknak, hogy bővüljön, szépüljön a piactér. Mint minden településen, itt is fontos közösségi helyszín a piac, ahol a helyi termelők árulhatják termékeiket, és az emberek a vásárlás közben találkozhatnak, beszélgethetnek. És nem mindegy, mindezeket milyen környezetben tehetik. Erről is beszélt a megújult piactér ma délutáni avatóján Pest megye kormány megbízottja. Aki piacra szokott járni, az pontosan tudja, hogy egészen más oda menni, megnézni a portékát, megfogni az adott terméket, esetleg alkudozni is, akivel lehet, ha sikertelen, akkor beletörődni a sikertelenségbe, beszélgetni egy kicsit az eladóval. Az sokkal másabb, mint úgymond online, nagyon modern módon vásárolni ezeket a termékeket. Az idén 70 éves újszilvás önkormányzata a kormány vidékfejlesztési programján nyert pénzt a piactér bővítésére. A vidékfejlesztési program keretén belül 39 millió forint EU-s magyar támogatást kaptunk, és 54 millió forint volt a teljes beruházási összegünk. Nagyon nagy dolog ez a település számára, és kormány megbízott úron keresztül, és országgyűlési képviselőn keresztül üzenjük a kormánynak, a Magyar Országgyűlésnek, hogy köszöni ez a település ezt a támogatást. A fejlesztéssel megduplázódott a kültéri fedett elárusító helyek száma, az épület bővített belső terében pedig szintén helyi termékeket és helyi hungarikumokat fognak árulni. A térség országgyűlési képviselője is gratulált a fejlesztéshez. Mint Földi László mondta, az újszilvási piac bővítés is jó példája annak a vidék fejlődését célzó törekvésnek, amit a magyar kormány az egyik legfontosabbnak tart. A beruházás során utakat, járdákat alakítottak ki a piac térnél, parkolókat épít tettek, és akadálymentes bejáratot, átjárót és illemhelyet is kialakítottak. Az épületben tájékozódást segítő információs táblákat is kitettek. Ezen kívül megújult a központi fűtés, az ivóvízhálózat, és kicserélték a nyílászárókat. A papi áldással és a szalagátvágással hivatalosan is átadták a kibővült piacteret az újszilvásiaknak. Kedves nézőink, ez volt csütörtöki híradónk utolsó tudósítása. Friss hírekkel legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk majd. A folytatásban háttérmagazinunk jön. Híreinket elolvashatják és videóformátumban meg is nézhetik a Városi Televízió weboldalán, valamint Facebook oldalunkon. Szép estét, viszontlátásra!